Thank you.
Tolaio. A Szüreti Fesztiválhoz idén ez már az utolsó, második megállónál vagyunk. Mennyire vagy eddig elégedett, szépen összegyűltünk? Örömmel fogadtam az idei évben is az idei érkezőket. Ez az esztendő azért érdekes, mert az előző napon, tehát a tegnapi napon volt a gyóni szüreti fölvonulás, ez azért sok mindenkinek elfoglaltságot jelentett, tehát valamennyivel kevesebben érkeztek hozzánk, mint korábban, de így is azért szép számmal vannak itt fogatok, felvonulók, úgyhogy örülök, hogy az idő is valamennyire megkegyelmezett nekünk az induláshoz. Merre tart majd a menet? A szokásos útvonalon haladunk, most itt a Toldi utca és a Füves utca kereszteződésénél vagyunk, itt több család készült vendéglátással, innen haladunk tovább a Toldi utcán, az Alkotmány utcában lesz majd a következő megállunk, azután kikanyarodunk a falu legszélső utcájára, a Damjanics utcára, ott a futballpálya a nagy megállónk, ahol szintén több család készült, és aztán haladunk tovább vissza az Alkotmány utcába és úgy a kultúrházba, ahol aztán este a vendéglátást követően egy kis utcabállal készülünk, és tűzijáték is lesz majd, mint az előző évben. Elmondhatjuk, hogy a szőlősi itt élő emberek hagyománytisztelőek, tehát szeretik a néphagyományt? Én úgy látom, hogy a térségünkben nagyon intenzív ez a szüreti hagyomány és ennek az ápolása. Minden településnek, sőt a városon belül sok településrésznek, Sárinak, Gyónnak, Dabasszőlőnek is megvan ez a néphagyománya. Őrzik a helybeliek, várják, készülnek rá, azért már augusztus vége tájékán mindig kérdezik, hogy milyen időpontra kell készülni. És abból is látszik, hogy fontos ez a néphagyomány a helyben élőknek. Az egy jó visszajelzés, hogy hányan készülnek mondjuk vendéglátással. Itt is több család, akik ebben az utcában élnek, készültek az előző első állomásájunkon is, de a tájházhoz is sokan kijönnek, és oda is hoznak finom süteményeket, italokat, üdítőket, cukorkát, süteményt, amivel a gyerekeknek kívánnak kedveskedni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy pozitív visszajelzés a helyi lakosság részéről. Máshol az ország bizonyos részein például meg kell szervezni ezt is előre. Valamennyire mi is előkészítjük, természetesen egyeztetünk ezekkel az állomáshelyekkel, illetve ezeknek az állomáshelyeknek a gazdáival, de nem kell külön felkérést intéznünk feléjük, mert számukra fontos maga a szüreti felvonulás és az azon való részvétel. Thank you.
Ez az, ti vagy a lovag. Bye. Thank you.
elérkeztünk egy újabb állomáshoz itt a Szőlősi Szüreti Fesztiválon. Hát drága bíróné mindig nagyon csinos, és az urával együtt várják itt az ideérkezőket. Mennyire elégedett, hogy tetszik idén a Szüreti Fesztivál? Ez mindig egy csodálatos élmény, mint most is, hát vártuk nagyon. Igaz, hogy az idő kicsit szomorkás, de azért minden rendben volt, fogatok érkeztek, mi szeretettel vártuk őket. Hát bízunk benne, hogy ők is örömmel jönnek, mert szeretettel vannak várva. Új helyszínen vagyunk, újabb megállóban, beszéljünk egy kicsit az itteniekről, mivel készültek, mivel fogadják az itt élők az ide érkező vendégeket. Itt érkezők, ezek rettenetesen vártak bennünket, ők készültek már egész hétvégén, ugyanis süteménnyel, üdítővel, különböző finomságokkal, és annyira vártak, hogy nem egy, hanem több család összefogva, és akkor úgy várják őket, hogy mint egy nagy család, a nagy családot. Ezért jó a Szüreti Fesztivál, hogy egy kicsit összép hozza az itt élőket? Hát ez biztosan nagyon összehozza. Azért sokan vannak, hogy Isten igazából úgy félreállnak, de akik összefognak, azok viszont nagyon nagy szeretettel, és szinte vonzák a többieket is. Egyre többen vannak, akik családok összeállnak, összefognak, és úgy várnak bennünket, hogy többen, és ez olyan jó érzés, és vannak fiatalok, ami még a nagyon nagy pozitívuma, úgyhogy nagyon nagy örömmel csináljuk. Thank you.
elárulod nekem a neved? Karlec Gergely. Hány éves vagy? 10. Tetszettek a lovak? Igen. Szeretnél lovagolni? Hát most éppen igen. Nem. Én igen. És téged hogy hívnak? Karlec Bence. És te hány éves vagy? Na, Hat. Mutasd meg a bácsinak. Hat. Na, akkor egész nagy fiú vagy. Tetszett a szüreti? Igen. És téged? Hogy hívnak? Bencsinek. Ugyanannyi éve. Tetszett a szüreti? Igen. És mi volt benne jó? Zene vagy a lovak? Lovak. Na, azért te ott hátul, a lányok se bújjanak el. Téged hogy hívnak? Anteli Mónika. Hány éves vagy? 8. Te vagy itt a legügyesebb, te rajtod a fogatot. Nem. Anyának segítesz? Igen. És jó volt? Igen. Tegnap is voltatok a szüretén, igaz? Igen. És az is tetszett? Igen. Köszönöm szépen, ügyesek voltatok. De én még nem tudtam. Bocsánat, kimaradt a legnagyobb. Hány éves vagy? 8. És hogy hívnak? Máté. Milyen Máté? Karlec Máté. És Máté, neked mi tetszett a legjobban? A lovak. És miért pont a lovak? Nagyok, szépek, gyorsak? Mert gyorsak, meg ki van díszítve is. Szeretnél majd te is egyszer ilyen ügyes lenni, mint a fiúk? Igen. Thank you.